A röplabda Diákolimpia harmadik korcsoportos megyei döntőjének immár 2 évtizede ad helyszínt a Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. A város-város környéki versenyeken induló 6 fiú és 8 lány csapat közül került ki, nemenkénti kategóriában az a 3-3 csapat, akik az országos elődöntőbe jutásért versenyeztek Bonyhádon. Most, hogy tau sportág lett a röplabda is, egyre népszerűbb lesz. Egyre többen űzik ezt a szép sportot. Én úgy gondolom, hogy bár máskor legalább 4-4 csapat volt, még olyan is volt, olyan időszakra is emlékszem, hogy 6 lány csapat nevezett, és így 2x3-as csoportba kellett lebonyolítani. Az országban 7 helyszínen zajló selejtezőkből kerülnek ki az elődöntő résztvevői. Aki itt második lesz, az élhet a jogával, hogy egy országos selejtezőn vesz részt, a minden megyének a második helyezettjeit mérkőznek meg, azok bejutnak az országos elődöntőbe, és ott megint meg kell nyerni ahhoz, hogy az országosra bejusson. Nagyon nehéz labdajátékokban, röplabdában, kosárlabdában bejutni az országosra, mert csak 8-as döntőket rendeznek, 7 hely van bejutni. A fiatal sportolók mindannyian úgy érkeztek Bonyhádra, hogy a tőlük telhető legjobb formájukat mutatják a pályán, hogy ezzel segítsék hozzá a csapatukat az országos elődöntőbe jutáshoz. Szerintem nagyon jó a csapatunk, és szerintem pont elég sokat szoktunk gyakorolni, hogy elég jók legyünk. A Diákolimpia harmadik korcsoportos megyei döntőjének végén a bonyhádi születésű Baroti Árpád profi röplabdajátékos adta át a díjakat.